Üdvözlöm a heti TV híradóját látják. Belföld. A koronavírus járvány harmadik hulláma még mindig emelkedő fázisban van, hangsúlyozta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályvezetőnek vez főosztályvezetője. Galgóci Ágnes elmondta, a regisztrált új esetek és az elhunytak száma sem mutat csökkenő tendenciát. Már több vírusvariáns is megjelent Magyarországon, ezek közül legnagyobb számban a brit mutást mutatták ki. Ez a variáns sokkal gyorsabban terjed és súlyosabb fertőzést is tud okozni. Emiatt emelkedik a kórházban kezeltek és a lélegeztetőgépen lévő betegek száma is. A kormány egy héttel meghosszabbította a védekezési intézkedéseket, hívta fel a figyelmet az NNK főosztály vezetője, aki kiemelte, fontos a járványügyi szabályok betartása, a zsúfolt helyek kerülése, a maszkviselés és a higiénés rendszabályok betartása. Valgóci Ágnes elmondta, a védőoltási kampány tart. Már több mint másfél millió embert beoltottak Magyarországon. Az oltásra regisztráltak száma is folyamatosan emelkedik, már a három milliót is meghaladja. A kormányzat tovább dolgozik az egyszülős családok terheinek enyhítése érdekében, jelentette ki a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Novák Katalin az egyszülős családok világnapjára időzített videó üzenetében emlékeztetett. A kormányzat fél milliárd forinttal segítette az egyedülálló szülők életvitelét segítő egyszülős központok létrehozását. Az igazságügyi tárcával közösen azon dolgoznak, hogy a jövőben hatékonyabb legyen az egyedülálló szülők számára a tartásdíj megállapítása és behajtása is. A politikus hangsúlyozta, hogy az egyszülős családokat is megilleti a legtöbb családoknak járó adókedvezmény és otthonteremtési támogatás. Ugyanakkor a magasabb összegű családi potlék mellett az egyszülős családok gyermekei a nagycsaládosokhoz hasonlóan előnyt élveznek a bölcsődei felvételnél. Kitüntették a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat munkatársait Homsban a szíriai háború alatt végzett töretlen és hiánypótló munkájuk elismeréseként, közölte a Szeretetszolgálat. A közlemény szerint a világ egyik legrégebbi keresztény közösségének vezetője, Juszef Apsi Melkit a görög katolikus pátriárka, a Jeruzsálemi Szent Keresztrend nagy keresztjét adományozta Győri Dani Lajosnak, a Szeretett Szolgálat ügyvezető alelnökének és Sójmári Dánielnek a szervezet nemzetközi kapcsolatai vezetőjének. A magyar-máltaiak csak nem húsz éve dolgoznak megszagítás nélkül a közel-keleten, 2011 óta kifejezetten Szíriára összpontosítva segítő erőforrásaikat írták. Budapest csatlakozik az Európai Nagyvárosokat tömörítő Eurocities kezdeményezéséhez. Szerdán délben egy perc némasággal emlékezik meg a koronavírus járvány áldozatairól, és mindazokról, akik bármilyen módon elszenvedik a pandémia következményeit, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hozzátette, szerda délben egy percre megáll a közösségi közlekedés is Budapesten, ezzel osztozva azok gyászában, akiktől szeretteiket, barátaikat, ismerőseiket vette el a járvány. Külfölddel folytatjuk. Rové Rivlin izraeli elnök munka megbeszélés tartott Tor az ENS Új Közelkeleti Béke folyamatokért felelős koordinátorával. Az elnök gratulált Venneslandnak a kinevez kinevezéséhez és reményét fejezte ki a szoros és eredményes együttműködésre. Vennesland pedig köszönetet mondott az elnöknek a meleg fogadtatásért. A felek megvitatták a jelenlegi regionális kihívásokat és a koronavírus által felvetett különféle igényeket, valamint azokat a fontos lehetőségeket, melyeket az Ábrahám Egyezmény kínál a régió népeinek. Az elmúlt hat évben a koordinátor pozíciót, mely az izraeli palesztin konfliktus megoldására koncentrál, Nikolaj Mladenov töltötte be. A bolgár diplomata Mladenov számos fegyverszüneti tárgyalást közvetített Izrael és a gázai övezetet uraló Hamas terror szervezet között. Venezlán tapasztal diplomata, aki az oszlói megállapodás egyik megalkotója. Terjer Rodlarsen norvég tisztviselő asszisztenseként dolgozott, és 1993 óta részt vesz az izraeli palesztin konfliktus kezelésében. Oroszország tájékoztatta az osztrák kormányt a koronavírus elleni Sputnik vakcina ausztriai gyártásának lehetőségeiről adta hírül az ORF Közszolgálati Televízió online oldala egy orosz hírügynökségre hivatkozva. Az orosz közvetlen beruházási alak kezdeményezésére tájékoztatást adtunk az osztrák kormánynak a rendelkezésre álló lehetőségekről, közölte Oroszország Bécsi nagykövete. Oroszország több osztrák céggel is tárgyalásokat folytat a Sputnik vakcina ausztriai gyártásáról, tette hozzá. Sebastian Kurz osztrák kancellár korábban már többször hangot adott annak a véleményének, mely szerint a koronavírus elleni oltóanyag vonatkozásában fel kell hagyni a geopolitikai tabukkal. A sajtóképviselői előtt pedig ugyancsak több alkalommal utalta az orosz-osztrák közös vakcinagyártás lehetőségére. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke úgy döntött, hogy az EU tagállamok vezetőinek e heti csúcs találkozóját videokonferencia keretében tartják meg a koronavírus járvány harmadik hullámának terjedése miatt. A döntést az elnök szóvivője jelentette be. A hivatalos EU csúcsot általában három havonta tartják, azonban a vezetők esetenként informális videokonferenciákat tartottak a járvány kezelésével kapcsolatban. A csütörtökön kezdődő kétnapos csúcson a vezetők tárgyalni fognak a járványra adott válaszok összehangolásáról, a járványügyi helyzetről az Európai Unióban, továbbá az egységes piac, az iparpolitika és a digitális átalakulás kérdéseiről. Szintén napirendre kerül az Unió Oroszországgal és Törökországgal fenntartott kapcsolatainak megtárgyalása. Ígéretet tett Sugai Yohoshide japán kormányfő arra, hogy minden tőle telhetőt megtesz a koronavírus járvány újbóli fellángolásának megakadályozására az olimpiai lánggal való váltófutás és a közelgő washingtoni látogatás előtt. Suga a kormányzó konzervatív liberális demokrata párt éves kongresszusán szólalt fel, napokkal azelőtt, hogy feloldani készülnek a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetet Tokió prefektúrában. A kormányfő szerint a veszélyhelyzet feloldása után rendkívül fontos időszak következik a pandémia megelőzésében. Szugár csütörtökön közölte, hogy a vállalkozások terheinek enyhítése és a gazdaság működése érdekében vasárnap éjféltől feloldják a Tokióban, Kanagavában, Szigában, Saitamában egy hónapja bevezetett korlátozó intézkedéseket, annak ellenére, hogy szakértők a járvány kiújulásától tartanak. Utcára vonultak a koronavírus járvány megfékezése érdekében hozott korlátozó intézkedések miatt az emberek Szerbiában. Szombaton Belgrád egyik főterén több ezren gyűltek össze, hogy kifejezzék nem tetszésüket. A tiltakozók közül sokan nem viseltek maszkot, és a szükséges távolságot sem tartották be. Az emberek azért vonultak a belgrádi köztársaság térre, mert a kormánya a gyógyszertárakon, az élelmiszerboltokon és a benzinkutakon kívül mindent bezáratott már több mint egy hete, és az intézkedés a várakozások szerint még egy hétig érvényben marad. A tüntetők szerint a korlátozásoknak semmi értelme nincs a kormány szerint, viszont csak így lehet megfékezni a járvány terjedését. A török légierő 17 hónap után először támadott meg egy kurd fegyveres csoport által ellenőrzött területet Észak-Szíriában, közölte egy civil szervezet. Az angliai székhelyű, de Szíriában kiterjedt aktivista hálózattal rendelkező emberi jogok szíriai megfigyelőközpontja arról számolt be, hogy egy török vadászgép a szíriai demokratikus erők nevű kurd-arab milícia szövetségállásait vette célba Száida faluban, Ain-Issa város közelében. Ez volt az első légitámadás azóta, hogy Ankara és az SDFL szemben álló szíriai csoportok 2019. októberében végrehajtották a kód nevű hadműveletüket. Mondta Rami Abdel az OSDH vezetője. Az Ankara által Washingtonnal, majd Moszkvával kötött két megállapodás után leállított hadművelet lehetővé tette Ankara számára, hogy egy 120 km széles és mintegy 30 km mély, határszaka, mély határszakaszt foglaljon el szíriai területen. Ajni szavárosa és annak környéke azonban a kurd erők maradt. Az OSDH szerint a harcok a stratégiai fontosságú település peremén dúlnak. És most egy gazdasági hír. A munkáltatói adómentesség, a hitelmoratórium, a családtámogatások meghosszabbítása, a kamatmentes gyors kölcsön, a falusi kisboltok támogatása és a bértámogatások nagy segítséget jelentenek a járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozóknak, munkavállalóknak és családoknak. A sokoldalú intézkedések a gazdaság gyors újraindítását is biztosítják, mondta Tálai András a pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. A magyar hitelmoratórium egyedülálló az Európai Unióban, nem csak azért, mert a 15 hónapos időtartamával ez a leghosszabb ideig nyújtott állami segítség, hanem mert automatikusan jár és igénybevételhez semmilyen adminisztrációra nincs szükség, fogalmazott állai. Megjegyezte, a jelenlegi moratórium 1,6 millió lakossági ügyfelet és fél millió vállalkozást véd, Átmenetileg a teljes hitelállomány 42 a vagyis 4300 milliárd forint után nem kell fizetni a törlesztőt. A kisgyermekes szülőket segíti a lejáró gyes, gyed és gyet jogosultságok meghosszabbítása. Az ellátás több mint 5000 szülőnek automatikusan jár, az érintetteknek nem kell emiatt külön kérelmet benyújtaniuk, a hosszabbítást ugyanis a kincstár hivatalból megállapítja. A járvány által leginkább sújtott ágazatokat a kormány négyes kedvezményrendszere segíti, ide sorolandó a katások adóelengedése, a munkáltatói adómentesség, a bértámogatás és a kamatmentes újraindítási gyorskölcsön. Mutatott rá Tállai András. Híreinkről bővebben a heti tv.com, illetve a brajerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem ne menjenek sehova, hiszen következik az időjárás jelentés. Ma ismét viharossá fokozódó északi széllel újabb utánpótlása érkezik a hideg levegőnek. Napos és erősebben felhős időszakok váltakoznak. Délelőtt a keleti országrész, délután a Dunántúli térség fölé várható több felhő. Elszort a lehet hó és havas eső, zápor, vegyes szitálás is. Ilyen szorványos, vegyes halmazállapotú csapadékra a középső országrészben és a délnyugati megyékben van esély. Éjjel is marad a szeles idő, a Duna mentén és északon mérséklődhet a légmozgás. Ismét fagyos lesz a hajnal. A hőmérséklet jellemző átlag a reggel mínusz 5, minusz 1, délután pedig plusz 4, plusz 8 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket viszontlátásra!